Kormányzásra készül az MSZP, és ha lehetősége lesz rá, rendet tesz a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztés terén. Ezt mai kecskeméti sajtótájékoztatójukon mondták, amelyen a párt szakpolitikusa vázolta a szocialisták agrárprogramját. Gőgös Zoltán kifejtette, bizonyos élelmiszerek áfáját mi hamarabb csökkenteni kell, különben a kereslet drasztikusan visszaesik. Az MSZP azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy a takarmány kukoricát a környező országok elvigyék tőlünk. Ezen mindenképpen változtatni akarnak, mert különben az állattenyésztés nagy károkat szenved el, mint ahogyan az egész mezőgazdaság, ha a kormány elfogadja a parlament előtt lévő földtörvényt. Ezt az MSZP nem támogatja és visszavonja, ha kormányzási lehetőséget kap, hangzott el. Gőgös Zoltán hozzátette, a földpályázatok kapcsán felháborító, hogy végzettség és tapasztalat, valamint állatállomány nélkül földet kaphattak sokan, miközben sok száz valódi termelő és tenyésztő föld nélkül maradt. Ezt a párt nem hagyja annyiban, szögezte le a sajtótájékoztatón. Ezen Király József megyei elnök bejelentette, megalakult az MSZP megyei agrártagozata, ahol tagság nélkül is felvételt lehet nyerni és beleszólni a párt elképzeléseibe.